95-8 sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, hát elég nagy már az a pocak. A tiéd vagy az enyém? Hát az enyém már évek óta nagy, a tiéd meg hát effektíve 8,5 hónapja gömbölyödik. Igen, igen, igen. És egy kicsit még bent, aztán kint. Tudjátok már, hogy fiú lesz vagy lány? Tudjuk, igen. De nem mondom el. Hát akkor nem mondd el. Még egy kérdés, vagy egy-két kérdés gyorsan hozzá, aztán átérünk más jellegű témára. A kistesó tudja már, hogy lesz kistesó? Hát nem volt nehéz neki kitalálni, miután én furcsán növekedtem, úgyhogy... Hát azt is értem volna, hogy anya sokat eszik. Hát azt nem gondoltam volna, nem szoktam sokat enni. Persze tudja. És mit szól hozzá? Várja, aztán meg azt is kérdezte, hogy valami baj van, hogy ez így nem volt jó. Úgyhogy szerintem megküzd mindenféle nagy testvér és az egyedülálló gyerekeknek a nehézségeiben. Most hirtelen valaki belecsöppen az életébe, és már nem ő lesz a központ, vagy hogy meg kell osztani a figyelmet. Úgyhogy... Úgyhogy mi meg azon vagyunk, hogy ezt orvosoljuk. Hát, vagy ha nem is a figyelmet, akkor most már a két banánból nem mind a kettő az övé, hanem csak az egyik. Így van. Úgy is fogalmazhatnám ezt a bizonyos filmet, hát a rendező és az egyik főszereplő szempontjából, hogy akkor debreceniek egymás között. Hát igen, ez nagyon jó érzés egyébként. De hogyha belenézel a szakmába, vagy a színházakba, bárhova elmész, mindenhol találsz egy debrecenit, aki ad is diák volt. Szóval, mert hogy te is az voltál egyébként, én édesapáddal elég sokat találkoztam ott hátul, ott ült bent hatalmas szakállal az ügyelő helyiségben, és akkor ő volt az, aki mindig mondta. Akkor a nagybátyámmal találkoztál. Lehet, összekevertem. A Tenki Ferivel. Igen, körülbelül. Igen, ő volt ügyelő. Na. De egyébként apukám is ott dolgozott, szóval sokat nem tévedtél, csak ő lent a kelléktárba. Hogy jött neked ez, hogy akkor te most majd meghódítod a világot jelentő deszkákat? Nyilván ott voltál bent kisgyerekként egy csomószor a színházban, és akkor egyszer csak megérezted a színháznak azt az ódon illatát, és azt mutatod, hogy jó vagy. A Debreceni Ady Endre Gimnáziumban Cilla néni addig járt a nyakadra, amíg azt nem mondtad, hogy akkor na jó, megpróbálom. Nem, nem, csak oda vettek föl így. Nem, nem. Mármint a színművészet ide? Igen. Elég kevesen mondhatják el azt magukról, hát csak oda vettek föl. Nem. Inkább azt tudom mondani, hogy a színház nekem mindig olyan volt, mint egy ilyen biztonságos hely, ahol a családom dolgozik és jól érzi magát, és egy biztonságos közeg, egy második otthon, ahol én is jól érzem magam. És amikor választani kellett, hogy milyen gimnázium legyen, fontos volt a nyelvtanulás, de fontos volt az is, hogy hogy én megismerjem ennek a nem is a színészetet, mert én imádok a háttérben lenni, imádok a takarásban lenni, biztos a családomból mindenki a háttérben dolgozott, öltöztettük, ügyelő, kellékesek, mindenki a háttérben dolgozott, és imádtam azt nézni, hogy kialakul egy előadás, imádtam azt, hogy az ügyelő mindent irányít, imádtam azt, hogy a nézők sírnak a nézőtéren közben, hátul leszakad egy fal, amit éppen két pillanat alatt kell megmenteni, hogy a következő jelenetben működjön, és én ennek mindnek a részese vagyok, úgyhogy a nézőből semmit nem tud. Szóval maga a kialakulás, vagy a próba folyamat, hogy hogyan alakul ki egy előadás, hogy hogyan építjük föl azt, hogy egy mondatot hogy kell úgy elmondani, hogy ötödik mondat után az olyan hatást érjen el, ezeknek a tanulása volt számomra inkább vonzó. Ez azért érdekes, mert egyébként, tehát hogy nem tudom, hogy jól fogalmazok-e vagy nem, de te kívülről, nem tudatosan nézted azt, hogy egyébként mitől lesz valaki jó a színpadon. Tehát, hogyha éppen történik valami hátul, és közben egyébként megy az előadás, akkor hogy reagál az adott színész? Vagy hogy építi fel azt a monológot? Tehát, hogy ott voltál, figyeltél kislányként, és nem tudtad, hogy azt nézed, de mégis azt nézted, hogy akkor, ha esetleg egyszer nem tudatosan, meg nem készültél rá, hogy oda bekerülök, akkor ő így viselkedik, és akkor már ott volt benned, amikor még nem is tudtál róla, hogy ott van benned. Ez teljesen így van. És ez nagyon jó dolog ezt így magadba szívni, meg jó érzés az, hogy én ezt megkaptam kiskoromba, hogy én ezt beszívhattam magamba, annak ellenére, hogy olyan értelemben nem voltam színházi gyerek, hogy este 11-ig ott voltam a színházban, szóval én is hazamentem 7-kor, és akkor rendesen lefeküdtem 8 órakor. Inkább csak az, hogy amikor átmentem az iskolából az apukámhoz, akkor a fénypultba írtam a leckémet. Közben ment egy báb előadás, szóval, hogy és megengedte néha, hogy én tologassam a fényeket, mert akkor még nem jelrendszer volt, hanem... Aha. Rendesen a potmétereket fel kellett tolni. Igen, ezek az elég jó. Arra emlékszel még, hogy mi volt az első, amikor neked föl kellett állni, nem tudom, tömegezni, vagy egy fél mondatra, vagy azt mondani, hogy gyerünk a színpadra?
Hát az Adiban voltak. Uh-huh. Az Adiban voltak kórusban. Az nyilván ilyen kreatív órán, gondolom. Hát meg voltak ilyen vizsgálőadások, meg készítettünk ilyen mindenféle diákszínjátszó fesztiválra ilyen előadásokat, ahol sose kaptam főszerepet, de ott voltam a kórusban, vagy a tánckarban, vagy nem tudom. De hát az ember azt úgy éli meg, hogy én mindig úgy vagyok vele, hogy egyedül nem lehetsz főszereplő. Hogyha nem ha tudod, csak hogy... nem egy monodrámáról van szó. Hát, de akkor se vagy egyedül. Szóval akkor is ott van melletted az ügyelő, az asszisztens, a technikus, akikkel együtt kell dolgoznod, mert hogyha ti nem vagytok együtt, akkor te bármit csinálhatsz, hogyha sötétben vagy végig. Szóval, hogy így muszáj összedolgoznotok. Az, hogy születtek ilyen kis előadások, akár vizsgákra a gimnáziumban, középiskolában, vagy hogy elmentetek ilyen diák színjátszó fesztiválokra, az egy dolog, mert ott mindenki ott volt, de amikor tényleg föl kellett állni egy akármilyen nagy előadásban, egy színházi előadásban, úgyhogy akkor te úgy, mint Tenkiréka vettél ott részt. Arra emlékszel még, hogy nem tudom? A Csokolányi Színházban volt Rómeus Júlia. Akkor voltam 16 éves, azt hiszem. Akkor mi között nem volt a színház és filmművészet életemben? Nem. Bár korán felvettek, elsőre felvettek, de nem, akkor még nem. Akkor fogalmam nem volt. Akkor csak valami kép volt a fejemben, amit addig kaptam. És hogy jött az, hogy Rómeus Júlia? Júliát játszottál benne, ugye? Casting volt a színházban. Ennyi? Tessék elmenni, jó! És akkor kértek, hogy kb. Olyan korút szeretnének, mint az eredeti drámában meg van írva, még nem sikerült, mert én 16 voltam, nem 13, de mindegy, de hogy kb. A korosztálynak megfelelően szeretnének választani, és akkor az Adiból átküldtek pár embert, hogy nézze meg, és akkor mi azt hittük, hogy valami statisztákat keresnek valami előadásban, és akkor kiderült, hogy ez egy 4 szereplős előadás volt, a Jámbor Józsi rendezte, őt gondolom ismered, és mondom, 4 voltunk benne, és több szerepet játszottunk, úgyhogy, de Júlia volt a főszerep, igen. Úgy mentél oda az esélytelenek nyugalmával, hogy... Azt hittem, hogy fa leszek. Komolyan, tényleg azt gondoltam. És akkor oda nyomtak egy papírt a kezedbe, hogy akkor tessék elmondani, nem tudom, a nagy monológnak a nem tudom melyik részét. Hát azt mondták, hogy a Rómeus Júliával keresnek szereplőket, de hát a Franz gondolta, hogy a gimnáziumi embert keresnek főszerepre, úgyhogy... nem, vittünk monológot, mert akkor már tanultunk a gimnáziumban a Rómeus Júliát, vagy az is volt anyagban, és akkor vinni kellett egy olyan monológot, amit szeretsz. Mit mondtál, tudod, hogy melyik Kalom, volt? Nem emlékszel. És utána csörgött a telefonod egyszer, csak nem tudom, 2 hét múlva, hogy akkor Réka, ön nyert. Nem emlékszem erre. Nagyon régen volt, neked. Ugye? Nem emlékszem erre. Arra emlékszem, hogy mentek a próbák, és én imádtam próbán ülni, jobban, mint az iskolapadban, de ezt nem reklámozom. De hogy így... Ja, mert hogy addig nem kellett nyilván iskolába járni. Hát jó, csak este pótolom kellett az egész napot, szóval, hogy azért megvolt ennek a hátulütője, de nagyon rendesek voltak a tanárok is, meg a diákok is, mindenki összegyűjtötte nekem az anyagot. De amikor nem volt jelenetem, akkor is ezt egyébként többször csináltam már, hogy akkor... hogy ne zavarjam a többieket, így leszoktam feküdni a nézőtéren az ülések alá, és akkor hallgatom a próbát. Tudod, hogy őket ne zavarjam, hogy ne lássák, hogy ott vagyok, de közben még nem akarok kimenni, és akkor sokáig alkalmaztam ezt a technikát, hogy befeküdtem a parcsolók közé, vagyis a székek közé, és akkor onnan figyeltem a próbát. Itt ülünk egy ideje a stúdióban, és még nem mutattalak be, ha bár a neved már elhangzott. Most már bemutatlak rendesen. És hölgyeim és uraim, velem szemben a stúdióban a mai slágerkultban, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en Tenki Réka színésznő. Köszöntelek, örülök, hogy jöttél. Köszönöm. Folytatjuk nem sokára a beszélgetést Rékával. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez még mindig a slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Tenki Réka színésznő. Az imént beszélgettünk egy kicsit arról, hogy nem sokára a 2 banánból csak 1 banán lesz a gyerkőcnek, mert a másik banánt majd a másik gyerkőc fogja megkapni, aki nem sokára érkezik. Megbeszélgettünk arról, hogy az első szereped a Rómeó és Júliában a Júlia volt nagy színházban, ha bár előtte volt a kisebb, nem tudom, vizsgaleodások például a gimnáziumban, vagy különböző színjátszó, diák színjátszó fesztiválokon, és aztán egyszer csak jött a Színház és Filmművészeti Egyetem. Amikor bekerültél a Rómeus Júliába, és akkor még előtte voltál nyilván az érettségének, meg a felvételének, akkor te már tudtad, hogy ebbe az irányba mész tovább. Vagy az volt, hogy akkor elmegyek jogásznak, vagy matematikusnak, és akkor esetleg, hogyha az nem jön össze, akkor megyek a Színház és Filmművészetire. Inkább az volt bennem, hogy... Nem tudom, nem volt körvonalazódva az, hogy én színésznő szeretnék lenni.
amit mondtam neked, hogy tudtam, hogy ez egy biztonságos terep, hogy itt jól érzem magam a színházban. És akár a háttérben, vagy a színpadon, de hogy nekem ez a közegem. Azt éreztem, hogy nekem ez közegem. De a felvételimet beadtam logopédiára, szóval leginkább azt gondoltam, hogy ennek a különböző válfajéval akarok foglalkozni, mondjuk gyerekeket tanítani, beszélni, vagy nem tudom. Ilyenek voltak a fejemben, meg bábszínészakot is beírtam. Az nagyon nagy hatással volt rám a Bojtina Bábszínház, mert rengeteg előadást láttam Debrecenben, amit édesapám világított akkor, és én rajtuk nőttem föl. Azért érdekes, hogy azt mondod, hogy biztonságot nyújtott neked a színház, mert persze igen, ott voltál bent, ott volt a családnak két tagja legalább. És akkor érezted az illatát, meg ott írtad a leckét, és oké, maga az épület biztonságot nyújtott, de hogyha belegondolunk magába a szakmába, azért az elég kiszámíthatatlan tud lenni. Sose gondoltam rá úgy, hogy kiszámíthatatlan. Mindig azt gondoltam, hogy megtalálod a te utadat. Ha meg nem, akkor mást kell csinálni. Szóval, hogy valahogy soha nem volt az bennem, hogy kétségek fűztek volna azzal kapcsolatban, hogy úristen, milyen nehéz ez a pálya. Mindig azt láttam, hogy mennyi mindent lehet tanulni, és én ezt mind meg akartam tanulni. Szóval soha nem volt bennem félelem ezzel kapcsolatban. Olyan volt, hogy esélytelenek nyugalmával mentem el felvételizni, mert tudtam, hogy abban az évben elhíreztelték azt, hogy a Zsámbéki Gábor meg a Zsótér Sándor, ők voltak akkor az osztályindítók, azt mondták, hogy idősebb generációt akarnak fölvenni, én voltam akkor 17, mondom, hát 25 éves a korhatár, hát mondom, én ebben nem férek bele, szóval, hogy így, úgyhogy úgy mentem el felvételizni, hogy hát oké, de lehet, hogy ebből az osztályban nem fogok bekerülni, és aztán én lettem a legfiatalabb tagja az osztálynak, ez így is lett, és felvettek. Szóval valami olyan nyugalom volt bennem, és nem is tudom, tényleg az esélytelen nyugalmával mentem oda. Azt mondtad, hogy ha nem jön össze, akkor csinálni kell bármi más. Neked volt B-verzió, vagy van B-verzió? Nem azért, mintha bármikor is szükséged lenne rá, most kaptál nemrég egy Jászai díjat, Prima Primissima díjat is kaptál, tehát, hogy Magyarország egyik legfoglalkoztatottabb, legismertebb színésznője vagy. De van B-verzió fejedben? Hát a logopédiát én nem adtam föl, vagy azt, hogy drámapedagógiával foglalkozni, vagy valami olyasmi, ami kicsit színházzal kapcsolatos, de akkor nem ez. De most ez így nincs a fejemben. Nem, mire akarsz célozni? Nem, semmire, csak kérdeztem. Szimplán csak egy kérdés volt. Okay. Jó, bekerültél a színház és filmművészetire. Hány percnél tartunk, hogy itt tartunk, amikor hagyod el a pályát. Okay. Bekerültél a színház és filmművészetire, és aztán utána azt elvégezted. Utána egyből jött az, hogy akkor megtaláltam a megfelelő színházot, és jó helyen vagyok, vagy kerested még az utat? Az mindig egy lutri egyébként, hogy harmad évben hova hívnak téged gyakorlatra, hogy egyáltalán hívnak-e gyakorlatra. És nekem szerencsém volt, mert hívtak vissza Debrecenbe is, meg a Katona József Színházba is, úgyhogy én el voltam látva feladatokkal, meg utána is a Katona egyből le is szerződtetett, amire mai napig nagyon büszke vagyok és hálás vagyok, hogy ott kezdhettem, és ott tanulhattam meg végül is minden olyan alapot, amiből mai napig is táplálkozom, ami a színházzal kapcsolatos, vagy a színházi gondolkodással kapcsolatos, vagy hogy hogyan működjek a színházban, azt onnan kaptam, és azt is viszem tovább. De nem volt egyértelmű, hogy ott maradok, meg aztán el is jöttem onnan, a Nemzetibe kerültem, aztán ott igazgatóváltás lett, akkor azért kerültem el onnan, szóval, hogy sok minden volt, voltam szabadúszó. Az azért volt, mert akkor született az első kislányom is, akkor azt gondoltam, hogy egyszerűbb úgy beosztani az időmet, hogy nem más mondja meg, hogy én mennyit dolgozzak, hanem én mondja meg, hogy mennyire van időm. Úgyhogy ez egy praktikussági szempont volt. És aztán pedig jött az Örkény Színház, ahol mai napig is vagyok, és az pedig nagyon nagy ajándék volt, hogy egy ilyen nagyon családcentrikus színházba kerültem. Úgyhogy kerestem én az utat, kerestem én azt, hogy melyik az a színház, ami a legmegfelelőbb nekem. Mai napig nem tudom, hogy kinek mi a megfelelő, azt tudom, hogyha valahol nem érzem magam komfortosan, vagy valami hiányzik, vagy én nem tudok úgy működni, akkor muszáj váltani. Vágy volt valaha, mert azért ezek viszonylag nagy nevű színházak, idézőjelben a viszonylag. Tehát, hogy vágy volt valaha, hogy de jó lenne oda bekerülni, és ott azon a színpadon egyszer játszani egyet. Persze, a Katonába is, hát mindenki a Katonába akar kerülni, és ez így van rendben, és én is vágyakoztam rá, amikor néztünk ott előadásokat még főiskolásként, hogy úristen, de jó lenne egyszer a Bezerédivel együtt játszani, vagy hogy
Nem tudom, hogy ott állni azon a színpadon, és az Asher Tamás nekem mondjon instrukciókat, szóval, hogy persze, hát ez mind van mai napig, és mai napig visszajárok előadást nézni, mert szerintem az ország legjobb színészei vannak ott. Az Örkényben most jó? Ha bár most játszol egyáltalán, jut eszembe. Az a baj, hogy csak vénlányokat, vagy meddőnőket, vagy nem tudom, ilyeneket játszom, egyikbe se fér bele, hogy van egy nagy hasom. Úgyhogy ezekről le kellett mondanom. Június 7-én volt az utolsó hattyú előadás. Azóta nem léptem színpadra. Most érkezik nem sokára a Baba, a 2.0-as Baba, mármint a második, és akkor utána nyilván anyai teendődnek teszel majd eleget. Mikor tervezed a színházba a visszatérést? Nem tudom, hogy nem szeretek tervezni már, hanem úgy vagyok vele, hogy majd az élet meg a gyerek eldönti, hogy mikor van az, amikor egy reggel felkelek, és az van bennem, hogy na most szeretnék visszamenni. Mi? Igen? Semmi. Az elsőnél is úgy volt, hogy egy év kimaradt. És akkor pont jött az Egyasszony című előadás, és akkor azzal foglalkoztam, és az nagyon jó volt úgy. Mit szóltak bent egyébként, hogy bementél, és mondtad, hogy hát az van, hogy akkor előbb-utóbb én kimaradok egy évre? Hát tudod, ez úgy, hogy a színházban mindig van valami, mindig történik valami, mindig kell valamire reagálni. Hát most erre kellett reagálni, hogy a tenkiréka terhes. Úgyhogy sok választási lehetőséget nem adtam, szóval egyértelmű volt, hogy erre úgy kell reagálni, hogy ugrani kell helyette. És azt mondták, hogy rendben, persze menj, csináld, várunk vissza, akkor 2020 szeptemberében abban a bizonyos évadban majd. Igen, de a Mácsai Jentinen nagyon kedves a Mácsai Pál, szóval nagyon odafigyel erre, és ő tiszteletben tartja, hogy te mennyit szeretnél otthon lenni, vagy mit szeretnél, hogy szeretnél, ezt mindig megbeszéljük, úgyhogy ő vele tényleg nagyon jó dolgom van. Velem szemben a stúdióban a mai Slágerkultban, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en Tenkirék a színésznő, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez még mindig a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Tenki Réka színésznő. Beszéltünk csomó mindenről, már ami a színházzal kapcsolatos, felvételiről, Romeo és Júliáról, a Katona József Színházról, az Örkényről, ahol te most egyébként, hát éppen kimaradsz kicsit, bizonyos anyai elfoglaltságok miatt, nem sokára születik a második baba, és arról még nem beszéltünk, hogy mi az, hogy népzene és néptánc, te korábban csináltál ilyeneket? Persze. Hol? Mikor? Merre? Hát általános iskolában néptánc tagozatra jártam. És ott. Ennyi volt. Mit tudom én, akkor 8 év vagy 6 év, és utána mellőzted. 6 év, mert máshol kezdtem az általánost, és 2 év után átmentem a Vénkerti általános iskolába, és akkor ott volt néptánc tagozat. Bejártam Európát, a különböző fesztiválokat. Az 14 évesen már Kínában voltam, úgyhogy nagy élmény volt. Az a világ nem szippantott be? A néptánc, hogy a Kína. Jó, nagyon jó, köszönöm szépen. A népzene és a néptánc világa. Dehogy nem, csak nekem mindig úgy voltam vele, hogy én a férfi táncokat szerettem jobban. De nem ez volt a fő indok, inkább csak az, hogy elkerültem gimnáziumba, ahol már minden délután külön órák voltak a drámatagozaton, és emiatt nem volt már időm tovább folytatni a néptáncot, úgyhogy ez csak ilyen logisztikai dolog volt, hogy nem tudtam tovább folytatni. Na, ez egy ilyen kis közbeékelt téma volt, térjünk vissza a művészvilágba, mármint a színház világába. Elvégezted a Színház és Filmművészeti Egyetemet, és aztán jöttek a különböző színházak, jöttek a különböző előadások, nagyon sok volt belőle, és aztán jöttek a különböző filmek is. Uh-huh. A legutóbbi, hát most nem arra gondolok, ami hamarosan a mozikba kerül, hanem hogy állatok is voltak benne, szarvasok például, meg te is voltál benne. És egy állat. nem tudom, mire akarsz. Jó, az igen, a Testről és Lélekről című filmre. Ugye, igen. Akarsz utalni? Ami egy csomó díjat nyert. Igen, nagyon büszkék vagyunk rá. Aranymedvétől kezdve bekerült a legjobb külföldi film kategóriába az Oscar jelölésbe, szóval, hogy meg hát rengeteg filmfesztiválon szerepelt Európában, meg össze-vissza a díjakat nyert, és az egy nagyon nagy meglepetés volt, ráadásul úgy, hogy én azt úgy forgattam, hogy akkor még otthon voltam a kislányommal, kb. Nem is tudom, pár hónapos, ilyen 8 hónapos lehetett, amikor volt, mondták, hogy van 5 nap ebbe a filmbe, és imádtam volna már mindig is az Enyedi Ildikóval dolgozni, és akkor bekerültem, és akkor sokan fel se ismertek, hogy a filmben én vagyok benne, mert eleve kaptam egy vörös parókát, 2 meg még akkor pont otthon voltam, és hát hogy mondjam, szóval, hogy volt rajtam 10 kiló felesleg, és mindenki mondta, hogy de jó, hogy eljöttél a filmpremiérre, tök jó fej vagy. Na, jó fej vagyok, de hát benne vagyok a filmben. Tényleg, ki vagy benne?
én vagyok a pszichológus nő. Nem, á, nem, hát ez egy idősebb vöröshajú nő. Hát mondom, az vagyok én. Szóval, hogy de nem, és akkor azért kaptam filmdíjat, szóval, hogy magyar filmdíjat, meg akkor sok minden jött azzal a filmmel. Szóval az nagyon sok minden beindított. Az meg a Budapest Noir. Jött a Shooting Star, akkor a Variety-nek ez a 10 kiemelkedő filmes, az is Berlinben volt a díjátadó, akkor a Jászai. Szóval egy csomó mindent hozott magával. Az első filmed melyik volt egyébként? Az első az egyetemen volt, a Nagy Dénes rendezte, a híres százosztálya, a Dobos Tomi, a Nagy Viktor Oszkár, Nagy Dénes, szóval ez az osztály, és nem emlékszem a címére. Mindegy, oda se. De egy otthonban lévő lányt játszottam, aki akkor kerül ki. Egy kisfilm volt, és az is nyert valahol külföldön, de ezt csak később tudtam meg. És akkor az első nagyjátékfilm? Az a Nyomozó volt, az a Gigor Attila rendezett. És nem tudtam, mert akkor még nem kaptam forgatókönyvet, azt nem tudtam, hogy működik. Csak egy jelenetem volt, és ilyen álomkép volt, és azt mondták, hogy mindjárt jön a főszereplő, akitől nagyon kell félni, az volt az Anger Zsolt, és hogy ő vigyázzak, mert nem lehet vele csak úgy beszélgetni, és emlékszem, mert úgy be voltam szarva, hogy jön itt egy ember, akivel jelenetem lesz, és ő állítólag eszi az embereket. Úgyhogy megérkezett, és az Anger Zsolt halálosan kedves volt. Úgyhogy nem tudtam, miről beszélni. Amikor végeztél a Színház és Filmművészeti Egyetemen, akkor mondtad, hogy volt már egy kis film közben. Utána bekerültél a színház világába, és akkor a színpadon voltál estéről estére. Olyankor, amikor az ember kap egy ilyen telefonhívást, vagy elmegy egy castingra, hogy akkor itt most film lesz, kamerák előtt kell csinálni bármit is, akkor azért kicsit úgy örül neki, vagy megijed, hogy hoppá, ez most igazából ugyanaz, de mégis más. Én annyira naív voltam, vagy vagyok, vagy leszek is, nem tudom, hogy ezt akkor még nem annyira fogtam föl, inkább csak az volt a fejem, hogy ú, de jó, hogy filmezek. És hogy jó lenne megtanulni. Azóta, hogy az ember minél többet filmezik, egyre jobban rájössz arra, hogy mennyire nagy a különbség. És az egyre ijesztőbb, hogy egyre többet filmezel, egyre jobban tudod, hogy mik azok a nehézségek, amiket muszáj orvosolni, és muszáj kiiktatni, hogy nem a színpadon vagy, hanem a filmen, hogy ahogy tudatosabb leszel, egyre nehezebb lesz. Vagyis én így vagyok vele. Amikor felállsz a színpadra, nyilván a próba folyamat megelőzi, nem tudom, másfél-két hónapos próba folyamat az előadást, a premiért, és akkor utána fölmész a színpadra, lejátszod a megfelelő előadást, közönség tapsol, hazamész, vacsorázol, vagy nem is lefeksz aludni. Amikor film van, akkor van egy jelenet, lehet, hogy csak 6 másodperc az egész. Csapó 244. felvétel ugyanabból a jelenetből. Azért az kicsit fárasztó tudám lenni. Mindig a várakozás a fárasztó. Az a fárasztó, amikor hajnali 2-re odamész, és csúszás van, és hajnali 4-kor kerülsz sorra, és abba az állapotba kell lenned, ami mondjuk meg van írva abban a jelenetbe. Na, az a nehéz. Az is fárasztó, amikor folyamatosan forgatsz, és folyamatosan rajtad van a kamera, de szerintem sokkal fárasztóbb az, amikor várakozni kell egy jelenetre. És hát ott nyilván az van, hogy akkor jó, ezt most felvettük, akkor átmegyünk a másik helyszínre, akkor bevillángítjuk, berendezzük, mire az megvan, az 3 óra, addig te üldögélsz a lakókocsiban, vagy nem tudom, eszel egy szendvicset, és akkor utána mehetsz. És ráadásul megvan csinálva a hajad, meg a sminked, és nem az van, mint a fiúknál, hogy lefeküdhetsz egy kanapéra mondjuk, és akkor kicsit behunyad a szemed, hanem te nem is tudsz úgy lefeküdni, mert tele van a fejed csavarokkal. Egyenes háttal ülsz és vársz. És ülsz és várakozol, szóval, hogy a nőknek ebben is sokkal nehezebb. Az milyen, amikor az ember elkészít egy filmet, egy nagy filmet, vagy egy kis filmet, tök mint egy bármelyiket. És akkor utána beül a mozgó. Az, hogy különböző, nem tudom, kis videók terjengenek a YouTube-on, vagy bárhol, és megnézed a számítógépen, az egy dolog. De amikor saját magad egy ilyen hatalmas mozivásznon visszanézed, vagy ott ülsz, és látod, hogy igen, az én vagyok, akkor az milyen érzés? Mindenki erről álmodozik szerintem. És nagyon nagy élmény. Eddig életem legnagyobb élménye az Berlinben volt, amikor most nem fogok emlékezni a színháznak a nevére, ahol kb. Egy 3-szor akkora vetítő volt, mint itt a legnagyobb vászon, és több ezer ember, és nézték a Testülési Lekéről című filmet, és ment a pszichológus nő jelenete, és röhögtek a német emberek, és azt érezted, hogy kiráz a hideg, hogy itt ülök ebbe az óriási, gyönyörű, szép színházban, ekkora vászon előtt, ahol akkora a fejem, hogy itt kb. Nem tudom, hány ezer ember tudnék megenni, akkora a szám. És így, és nagyon-nagyon-nagyon jó érzés az, hogy értik,
amit akartunk, amit ott csináltunk a felvételen, amit az Ildikó kért, azt én meg tudtam csinálni, és hogy és még az az üzenetel is jut az emberekhez, amit mi belekódoltunk. Az mindig nagyon jó. Igazából ez egy ilyen művészfilm jellegű nagyjátékfilm, elég erőteljes mondani valóval, és elég erőteljes képekkel. Amit most csináltatok, az egy romkom, kicsit más a stílusa, és hát, hogyha megvolt ez is, meg Oscar jelölés, meg Magyarországon mindenki látni fogja a filmet, kitekintés, kikacsintás, Hollywood, valami nagyon romantikus, valami ilyesmi, ilyen vágy van, hogy egyszer majd ott Amerikában forgatni egy akármilyen filmet, és ott egyébként pénz annyi van rá, amennyit nem szégyellek. Van, aki erre azt mondja, hogy nem szeretné. Most komolyan. Szóval van, aki az ember, aki erre azt mondja, hogy hát nem biztos, hogy a Meryl Streep-el szívesen játszanék együtt, nem tudom. Egyébként most, hogy mondod, hasonlítasz rá. Tudom, azért mondtam, hogy nem. De tényleg, hát egy ilyen ikonikus színésznővel játszani, akitől rengeteget lehet tanulni. Hát, hogyne, hát nem mondanék nemet. De ha már abba belegondolunk, hogy ha már Magyarországon tudunk olyan filmet készíteni, ami kijut az Oscarra, akkor nem kell annyira messzire menni. Velem szemben a stúdióban a mai Slágerkultban, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en Tenki Réka, jövök vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez még mindig a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Tenki Réka színésznő, beszéltünk már Jászai-díjról, beszéltünk Berlináléről, beszéltünk testről és lélekről, ről, ott hozzá kell tenni még egyszer a rölt? Testről és lélekről, ről. Ugye, kétszerről? Hát testről és lélekről. Ről. Mondd angolul, mondd ilyen szóról. Igen, körülbelül. Jó. Beszéltünk filmekről, hogy mennyire más a filmek világa, mint a színház világa. Arról még nem beszéltünk, hogy egyszer csak jött egy rendező, aki egyébként elég jól szaxofonozik, vagy szaxofonozott korábban, és elkészítette. Igen, ő foglalkozott ezzel. Igen, a Dénes. Hát tudom, de nem tudtam, hogy szaxofonozott. Na, akkor itt van az info. Pár évvel ezelőtt egyébként ő a hát kedves pároddal készített egy hatalmas sikert. Hogyha kettőt minden... is. 10 évvel ezelőtt volt a Poligami, és akkor pár évvel ezelőtt volt a Coming Out. Igen, én a Coming Out-ra gondoltam. Igen. Azt jobban szeretem, mint a Poligamit. Nekem az jobban tetszik valahogy. Pedig a Poligamiben én is benne vagyok. Jó, és de akkor most itt a legújabb Orosz Dénes rendezés, vagy film, egy komédiáról van szó, a címe az, hogy Se veled. A se nélküled az nem kell hozzá, csak annyi, hogy Se veled. Te is benne vagy, többek között, mint főszereplő hölgy. Na, egyszer csak jött a telefonhívás, és én pontosan tudom a sztorit, hogy, de majd elmesélem, hogy ébredt fel a Dénes az álmából, hogy akkor... Ezt csak ő tudja meg a felesége. Csörgött a telefonot, hogy Réka, mi lenne, ha? És te pedig azt mondtad, hogy persze, Dénes. Megerősz egy hosszú casting, meg egy telefon, hogy nem én vagyok, és aztán eltelt 2 hónap, mindenki élte az életét, és aztán egyszer csak állítólag a Dénes följött álmából, megijeszte így a feleségét, hogy én a Tenki Rékát akarom. Nem tudom, mi volt otthon, de aztán fölhívtak. Álmodban feljött, és azt mondod a melletted fekvő nőnek, hogy én a Tenki Rékát akarom. Igen. Ez csodálatos. Igen, és akkor felhívott, és akkor én nagyon boldog voltam. Forgatás előtt mondjuk 2 héttel voltak kb. De és akkor mondta, hogy én leszek. És annak nagyon örültem. 3 főszereplő van benne, Tenki Réka, ugye, a Mészáros Béla és a Básti Juli. A hölgy, mármint, hogy a Básti Juli, ő az anyuka, a Mészáros Béla pedig mindenképpen kell, hogy találjon egy hát párt magá mellé, mert az anyukája úgy szeretné, hogy akkor a kedves kisfiamnak legyen már végleg egy barátnője. És akkor talál egy lányt, aki a szomszédban él, és ex-striptease táncos nő, vagy micsoda? Hát az is, igen, többek között. Mindenféle. A lényeg az, hogy a fő központi téma az, hogy egy 42-43 éves férfi hogy tud leszakadni az anyjáról, vagy az anyjától, akinek nincs senkie, csak ő, és mindent úgy akar tenni, hogy neki jó legyen, mert azt gondolja, hogy azzal tud segíteni a szüleinek, hogyha mindent megtesz, és pont ezekről a kérdésekről beszélünk, hogy néha nem azzal teszünk jót a másiknak, hogy amit mi azt gondolunk, hogy neki ez jót tenne, hanem néha egyszerűbb lenne elmondani, hogy figyelj, hogy én ezt nem szeretném. És akkor ő megérte, hogy neked ez jó vagy nem. És ezekből a kompenzálásokból épül fel a film, és ebből van ez a helyzet is, hogy a Básti Julinak betegsége van, és hogy a Béla megérettől, hogy valami baja lesz, és tudja, hogy egyetlen dolgot szeretne az életben, egy unokát,
kapura jön a szomszéd lány, aki éppen terhes. Azt el kell, hogy mondjam, szóval sokan kérdezték, hogy ezért nem vagy semmi, hogy így, hogy ennyire átszellemülni, hogy a filmben is terhes vagy, és terhes is lettél. És mindig mondom, hogy igen, én nagyon komolyan veszem a szerepeimet, bár hogyha bérgyilkosnak kellene, nem biztos, hogy most innentől az embereket fogok ölni, szóval, hogy ez nem, ez csak egy kitérő volt. Na mindegy, és akkor ezekre épülnek. Aha. És akkor ebből lesznek ilyen vígjátéki helyzetek, hogy az anyuka mégis meggyógyul, és a hazugság folytatódik tovább, és egy komédiáról, romkomról van szó, nyilván happy enddel végződik, tehát hogy nem akarom lelőni, meg hát nyilván nem is láttam még, senki nem látta még a filmet. Láttam. Akkor te láttad, meg a Dénes látta, meg a Béla, meg a Júlia. Igen, körülbelül. Láttam. Én még nem láttam, de nyilván az van, hogy egymásba szeretnek a végén. Mindenki egymásba szeret a végén. Ha ezt mondom, akkor nem árultam el semmit. Milyen volt a forgatás? A forgatás másfél éve volt, és mindig vissza kell. Már voltam. Másfél éve? Én azt hittem, hogy most a nyáron forgattátok. Hát valaki azt hitt, hogy most forgattam terhesen, de nem. Ez másfél éve volt, és akkor még csak pótasom volt, és tök vékony voltam. Most nem ez a helyzet, ez megint csak félre tesszük ezt a dolgot. Szóval, hogy másfél éve forgott, nyáron volt, erre is emlékszem, és arra emlékszem, hogy rengeteget röhögtünk. És arra is emlékszem, hogy mennyire jó volt a Juli meg a Bélával. A Dénessel azért volt nagyon jó, mert hogy az mindig nagyon jó, mikor olyan rendezővel találkozol, hogy nem kell beszélgetni, hanem mond egy mondatot, vagy egy szót, és tudod, hogy mit kér. Vagy oda jön egy jelenet után, és akkor csak annyit mond, hogy figyelj, tudom. És akkor tud. És hogy ez annyira jó, mikor ennyire rá tudsz hangolódni valakire, hogy ezáltal nem volt semmi feszültség, vagy megfelelés. Persze az ember így is állít fel magába különböző akadályokat, vagy magadat szemben, mi az elvárásokat. Aha. Mit akartam ezzel az egészen mondani, nem tudom. Hát, hogy jól érezted magad a forgatáson. Igen, meg hogy azt akartam mondani, hogy igen, vígjáték, viszont most, hogy megnéztem a filmet, nem tudom, valamelyik nap, azt vettem észre, hogy szerintem ez egy tök pozitívum egy filmnél, hogy nem érzed az idő múlását, nem érzed azt, hogy unalmas vagy hosszú, hanem hogy azt érzed, hogy hú, ilyen hamar elment, szóval szerintem ez egy nagyon nagy pozitívum. A másik, meg amellett, hogy vígjáték, nagyon érzékeny és érzelmes. Szóval azon menet, hogy így elgondolkozol, és azon menet, hogy hazamész, és azért milyen jó, hogy nekem még él az anyukám, és hogy jó kapcsolatban vagyunk, és ezért, jó, akkor most elmondom neki, hogy nem szeretem a spenótot, de imádom, hogyha ott van. Szóval, olyan jó érzéssel jött. Hogy azért mégis tovább gondolod a dolgot, azon túl persze, hogy egy komédiáról van szó, el, hogy az alapvető, igen, gondolatok, vagy mindazok az alapértékek, amiket próbál sugározni ez, vagy sugalni a film, azok azért megmaradnak az ember fejében. Igen, és az a jó, hogy minden korosztályhoz szól. Tudod, hogy nem az van benned, hogy fiatal generáció, vagy idősebb generáció, hanem hogy mindenki meg fogja találni azt a szálat, amiben bele tud helyezkedni. Kicsit még vissza a Dénessel való együttműködésre, vagy munkára. Amikor megkaptad a forgatókönyvet, akkor neked már voltak elképzeléseid, pontosan tudtad, hogy akkor itt jövök be, így fogom elmondani, és így megyek ki, vagy megkaptad a forgatókönyvet, és akkor Dénessel 6x2 órán keresztül kávézás, brainstorming, meeting, és akkor ledumáltatok. Egy ilyen karaktert szeretnék tőled, Réka, aki így viselkedik bizonyos helyzetekben, így épül föl, ilyen a háttere, és akkor amikor az aktuális életet veszük, mondom, hogy hol jössz be, és hol mész ki? Mind a kettő igaz. Az is igaz volt, hogy nagyon kíváncsi volt arra, hogy te mit hozol ki ebből, vagy neked mik a gondolataid, de az is igaz, hogy próbáltunk a film előtt elég sokat, és együtt raktuk össze. Szóval, hogy nem az volt, hogy rám erőltetett volna bármi olyasmit, ami nekem nem lett volna kényelmes, mert az látszott volna a kamerán. Ketten szültük ezt meg. Szó szerint. Ez most talált ez a mondat, de hogy így tényleg együtt hoztuk létre. Kedves párod, látta már? Nem. Bemutatón. Igen, ennyi? Tehát, hogy egyedül, nem tudom, éppen a színházban volt, játszott valamit, vagy rendezett, vagy művészeti igazgatott éppen valamit, és te pedig otthon addig megnézted a számítógépen. Dehogy is, a Dénes szervezett egy technikai vetítés, ahova mi is beférhettünk a három főszereplő, és
hogy meg akarta nekünk mutatni, hogy például jövök ide hozzád, és hogyha kérdez ilyen dolgokat, hogy akkor olyan kép legyen már a fejem, hogy láttam is a filmet. Hogy ne csak így vaktába lövöldözzek mondatokat, hanem hogy tudjam, hogy miről van szó. Nem sokára bemutató, tehát Se veled, a legújabb magyar komédia, romkom, és ugye a rendező Orosz Dénes, és a főszereplők pedig Básti Júli, Mészáros Béla és Jó magad, Tenki Réka. És akkor most ugye hát egy pár hónapra, egy évre te most megint babázni fogsz. Látsz már valamit, ennyire előre lehet látni, esetleg, hogy nem tudom, volt korábban egy fél évvel ezelőtt egy casting, és tudod, hogy két év múlva forgatni fogsz egy újabb filmet, vagy tudod, hogy majd nem tudom, 2020. szeptemberében elkezded az évadot a kis színházadban, és akkor ott lesz-e valami? Van. Szerencsém, van. Melyik? A nem film? Mondhatom el. Film is, meg színház is. Nem beszélhetsz róla. Nem, azért nem mondom el, mert ez mind képlékeny. Két hónap alatt is rengeteg minden történhet, és akkor szoktam beszélni valamiről, amikor már leforgott is, mert mindenki látta. Szóval, hogy így nem. De hogy tényleg nagyon előre nem szoktam beszélni, mert még tényleg sok minden történhet. Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép napot neked. Köszönöm neked is. Ennyi volt már a Slágerkult, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en Tenki Rékával. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak az elmúlt egy órában. Szani Rolandot hallották, viszont hallásra, viszont látásra.